Na, gyönyörű váltás volt, gyönyörű tengerpart után most gyönyörű én vagyok. Végre elindultam marokkói harmadik, negyedik nap. Egyelőre Genováig, nem, Szálémóig jutottam. Tegnap mentem egy 1000 kilométert, mára van 800 kilométer, 5 óra körül szeretnék Barcelonába lenni. Nem állítottam sátrat, itt a nejlonon aludtam, mert gyorsabb a reggelindulás és a pakolás. Persze kiderült, hogy a polifonot ott hagytam, úgyhogy itt feltenítem a hangyák társaságába a betonon. Nagyjából éjfélig, ami diákcsoport volt itt, diáklányok, 5-ös csoportjával, 12 évesek természetesen, 5-ös csoporttal szaladgáltak, bujkáltak, lopakodtak és sikoltoztak, gyakorlatilag ezre ment el a fél éjszaka. Na, pakolok és rohanok tovább. Na, itt állok a Marseille előtt az autópályán, éppen most feküdt ki a Yamaha alattam. Egy fizetőkapu után, ami itt látható, arra, ott valahol, azután egyszer csak sekép se, amit a kikapcsoltam volna, fölakadva a kiló, íze a fordulatszámérő 3500-ön, se lámpa, se semmi, egyszerűen borzalom. Szétszedtem a motort, megfordítottam, hogy le tudjam támasztani, és amikor szétszedtem, akkor azt tapasztaltam, hogy az akkumulátor negatív csatlakozójának a illesztésénél eltört ez a fül. És hát ettől ugye megszakadt mindenki áram ellátása. Jelen pillanatban ez van, mert próbálom összedrótozni, aztán megyek tovább. A szép tájak, szép emberek sorozat következő része. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. A barcelonai kempingből, ahova mégiscsak sikerült elérnem. Annak ellenére, hogy hibák nehezítették az utamat, illetve egy darab hiba. Tegnap előző számunkban arról számoltunk be, hogy a Yamaha Tenere az egyik fizetőkapu után az autópályán megállt. Hála a jó Istennek, vagy a sorsnak, vagy Allahnak, vagy nem tudom kinek, hogy az a motor az a fizetőkapu után közvetlenül állt meg, és nem pedig akkor, amikor az ember nagy valószínűséggel 140-nel, 160-nal előzésbe bonyolódott volna. A bűnös alkatrész az ez volt, amit ide teszek, és ami állandóan kiég a képen, ahogy látom. Talán már végre látszik, majd nem tudom. Tehát ez eltört, és ezt így sikerült megoldanom, ahogy mindjárt mutatja az ábra. Összedrótoztam, erről az egységről van szó. Eddig jól működött, az a kérdés, hogy most keresek egy szerelőt és megcsináljuk rendesen, vagy ne. Na tehát szép tájak, szép emberek sorozat következő része, majd arról fog beszámolni, hogy megoldottuk-e, hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Addig kérem, nézzék meg ezt a pálmafát. Ott. Csak azért lássák, hogy tényleg, hogy a fűrészkedve vagyok otthon, vagy pedig tényleg Barcelonában. Számolgattam, hogy aztán talán 6-szor vagy 7-szer, vagy talán 8-szor mennék Marokkóba, Bamakóka együtt mondjuk minimum 6-szor. Ültem 2 teljes napot a motoron reggeltől estig. Előttem volt az a választás, hogy még ma, mai napon, a harmadik napon is reggeltől estig a motoron fogok ülni. Majd, hogyha oda akarok menni, ahova, amit eredetileg terveztem és amit szeretnék, az figúig, az még egy teljes nap motorozás reggeltől estig, hogy ennek estére elérjen. Hogy 4 napig küzdök lefelé, 4 napig küzdök visszafelé, és van lent 5-6 napom, ez úgy annyira nem dobott föl. Arra vágyom, hogy lazább legyen egy programom, a szabadság, akkor ne kell állnom valami tervhez igazodni nagyon. De kitaláltam, hogy ma bepróbálom a motort ebbe hozni, egy napot döglök itt a Barcelona, hát mondjuk nem ugye a parton, de valahogy a környéken, és holnap pedig megnéznék egy olyan részt, amit már régóta terveztem, megnézem ezt a Canal du Midit. Tehát arra gondoltam, hogy megpróbálom azt végigfotózni, végignézegetni, utána megnézem San Remo fölött a Dolce Aquát, megnézem az ottani kis településeket. Most azért ordítok, mert megint jön egy repülő. Na, ennyi, aztán majd beszámolok még, hogy lesz, még lehet, hogy rendbe kéne szedni a motort, ezt a csatlakozó kérdést valahogy megoldani. Fél éjszaka tervezgettem így GPS-en ezt a Canal du Midit, úgyhogy megint kezdtem nagyon szervezni a dolgokat. Majd egy óra tervezés után rájöttem, hogy nem tervezem tovább, hogy elindulok, aztán sikerül, és végre úgy töltök egy szabadságot, mint régen. Na, jó van, tengerpart még egy kicsit. A
azok valami horgászokat sose láttam, már volt, amiket bárszor sose láttam, hogy bármit is fogtak volna, de azt hiszem a horgászatnak igazából nem is az a lényege, hanem az, hogy, hogy lehessen róla mit hazudozni utána, meg mindenféle kütyüket lehessen hozzávenni. Nem hiszem, hogy egy horgásznak a halfogás lenne a célja.